Szabó Imre leszögezte, ezzel a gyerekek számára még inkább motiváló utat tudnak biztosítani, és ez egyben rang a hévizeskás számára, hiszen jelzi az itteni utánpótlás nevelő munka értékét, minőségét. Illés Béla arról beszélt, próbálnak minél több partner kapcsolatot kialakítani, ezzel is szolgálva a térségbeli gyerekek fejlődését. Nem volt egyszerű az első évek, hiszen volt egy iskola, egy középiskola, Herman Otto középiskola, és annak volt egy 3 hektáros területe, ahol gyümölcsfák, veteményesek voltak, úgyhogy ott kellett nekünk pályákat kialakítani. Úgyhogy így indult az akadémia, és hála Istennek nagyon hosszan tudnék mesélni a történetről, hogy ez szépen hogy épült fel, de én úgy gondolom, már viszont eljutottunk egy olyan szintre, hogy Nyugat-Európában is megállna a helyét az Illés Akadémia. Damina László, a hévizeská labdarúgó szakosztályának vezetője emlékeztetett. Czafit Richárd volt az első, aki hévízről az Illés Akadémiához került, és onnan a korosztályos válogatott tagja lett. Azóta többen is hasonló utat jártak be. Lehetőség arra, hogyha valaki az alapokat jól lerakja a hévízen a korosztályos képzésben, akkor megnyíljon a lehetősége arra, hogy egy magasabb szinten folytathassa a labdarúgó pályafutását, amelyben azért több minden is el van rejtve már előre, hiszen ha a múltat nézzük, mindig elemeznünk kell a jövő miatt az is, hogy mi történt a múltban, akkor mondhatjuk azt, hogy az oda került játékosainkból NB2, NB1-ben akár korosztályos váltottak, így vívő játékosaink is felnevelődtek. Pap Gábor polgármester emlékeztetett, a hévízi sportélet főszponzora az önkormányzat, és az Illés Akadémiával való együttműködést illetően is stratégiában gondolkodnak. A sport területén is egy központ lettünk. Úgy, hogy a turizmusban Hévízváros egy központ, úgy a sport területén is, ezen a térségben a kitartó munkának megfelelően, illetve a kitartó munka eredményét látva egy központtá váltunk, és nagyon sokan szeretnének és jönnek Hévízre sportolni, gyermekekről beszélünk, és ezeknek a gyerekeknek biztosítjuk a továbblépés lehetőségét. Tehát az a fajta stratégia, az a fajta koncepció, amit elkezdtünk, és évről évre építettünk, még a nehézségek ellenére is kitartottunk, és jelen pillanatban is kitartunk, ez meghozza az eredményét. Hévízen több mint 300 gyermek futballozik, az Illés Akadémiával való kapcsolat pedig a továbblépés lehetőségét kínálja azoknak, akik kiemelkednek ebből az inspiráló közegből.